Szeretettel köszöntöm Önöket, egy igazi csajos műsorra várjuk kedves nézőinket. Női vezetőket hívtam a mai Nálatok Mizuba, és remélem, hogy igen tartalmas beszélgetés lesz a mai vendégeim. Varga Zsuzsanna, az Arconic Köfém Meal Products Hungary Kft. Ügyvezetője, HR vezetője. Szeretettel köszöntök, örülök, hogy ki tudtam mondani ezt a hosszú nevet. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Itt van velünk Nyakas Eszter, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatója. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. És itt van velünk Krélingné Kovács Tünde, az István Király Általános Iskola igazgatója is. Szeretettel köszöntök. Én is örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm. Sokszor el szoktam mondani a műsorainkban, hogy azért örülök, hogy lehetőség van veletek így is külön beszélgetni, mert ugye a híradásainkban csak ilyen rövid interjú formájában lehet veletek találkozni, és általában a munkátokról van szó. Mondjuk most is lesz szó a munkáról, de én azért szeretném, hogy jobban megismerjenek titeket az emberek, hiszen én azt gondolom, hogy mindegyőtökben nagyon-nagyon csodálatos vezetők vannak, úgyhogy... Hát majd beszélgetünk erről, hogy mennyire nehéz nőként ezt megélni, hogy vezetők vagytok, és hogy hogyan jutottatok el idáig. Na de most mindenek előtt beszélgessünk egy kicsit arról, hogy azokon az egyes területeken, ahol dolgoztok, ott hogy néz ki a munka, hogy kell elképzelni, ugye az Arconicról azért elég sokszor beszámolunk itt a híradóban, és hát egy hengermű öntödéről is hallunk, de azért nem biztos, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy itt hogy zajlik a munka, vagy mit kell tudni a ti cégetekről. Először is köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek veletek, és találkozhatunk. Igen, nagyon hosszú egyébként a nevünk, úgyhogy először én erről hagyj beszéljek pár szót, és az Arconic az egy nagyon fontos, de szerintem sokkal fontosabb a köfém, mert Székesfehérváron én azt gondolom, hogy a köfém az, ami leginkább ismertebb az embereknek. Gyakorlatilag mi alumínium gyártással foglalkozunk, és nem is mennék ebbe bele részletesen, ugye öntöd a hengermű, nagyon jól elmondtad, és erről mindig vannak ugye híradásokban információk. Ami viszont nagyon fontos, hogy a köfém telephelyen belül sokkal több üzletág, és most már vállalat van. Korábban ugye ez egy nagy egész volt, és az évek során folyamatosan szétvált, és különálló vállalatokká vált szét, tehát különálló vállalatokként üzemel. Ami fontos, hogy ez egy amerikai tulajdonú cég. Én szerintem ezt nagyon fontos kiemelni, ugyanis a kultúrája nagyon meghatározó, viszont az, hogy a köfém ugye egy 80 éves múltra tekint vissza az idei évben, ugye az Öntöde hengermű termelési egységünk ünnepli ugye a 80 éves évfordulóját, az pedig meghatározza azt a tradíciót, azt a múltat, amire ugye építünk. Ugye ez egy termelési terület, viszont nagyon fontos, hogy a termelési területen túl nagyon sok szakember, mérnökember, adminisztratív területen dolgozó kollega van nálunk a vállalatunknál, illetve még ami kiemelendő, hogy az Arconic, mivel ugye egy multinacionális cég, van egy úgynevezett központi szolgáltatások, adminisztratív szolgáltatások területünk is, ők pedig nem csak Magyarországra, hanem másik területekre a világon ugyanúgy adnak szolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, pénzügyi szolgáltatásokat, és ez így együtt egy nagy család. Jelen pillanat most nem szeretnénk belemenni, hogy 830x munkavállalónk van, és abból mennyi a fizikai és a szellemi, de azért az nagyon fontos, és inkább én abba az irányba mennék el, hogy a mi vállalatunk az, ahol tényleg 4 generáció jelen van. Tehát ez egy nagyon nagy érték. És az én munkakörömből adódóan, ugye én HR-esként vagy emberi erőforrás vezetőként, ez egy nagyon nagy kihívás és egy nagyon nagy ajándék. Tehát egy olyan csoporttal dolgozni, ahol megjelenik mind a 4 generáció, ez egy nagyon nagy, olyan hozzáadott érték tényleg, amikor egymástól is tudnak tanulni a kollégák. Tehát ugye az idősebb, tapasztaltabb generációtól meg tudják tanulni a munka, a szakma szeretetét, az alázatot. A fiatalabb generációnál ugyanígy ez megjelenhet, ugyanakkor sokkal gyorsabban, rugalmasabban tudnák a változásokra reagálni, és ez így nagyon szépen így összejön. A szakmámról pár gondolatot...
HR-esként dolgozom egy fantasztikus csapattal, és remélem majd egyszer hallják ezt a beszélgetést, mert én nagyon büszke vagyok a csapatomra. És a csapat is egyébként nagyon sokszínű és összetett, tényleg több generációból adódik. És ez egy érdekes, amikor azt kérdezett, hogy a munkámról beszéljek, mert ugye erről itt még mielőtt elkezdett a műsor, akkor is mondtam, hogy gyakorlatilag én nekem a munkám az életem. Tehát, hogy, és nekem inkább azon kell dolgozzak, hogy nem mindig a munkámmal foglalkozzak, és ebből ki tudjak szakadni. Ha ezt össze kéne foglalni, akkor gyakorlatilag a mi feladatunk a csapatban, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségű emberi erőforrás, hogy le tudjuk gyártani azt a szükséges termelési mennyiséget, amire szükség van, mind fizikai munkavállalói területen, mind szellemi munkavállalói területen. És ez nagyon fontos, hogy ők motiváltak legyenek, szeressenek velünk dolgozni, és ne cserélődjenek nagyon gyorsan, és képesek is legyenek ezt ellátni. Na most a mai világban én azt gondolom, hogy ez azért nehéz, mert egy nagyon gyorsan változó környezetben vagyunk, és az állandóságot a vállalattól várja el nagyon sokszor a munkavállaló, de ezt sem tudjuk mi mindig biztosítani, úgyhogy így a motiváltság, az elköteleződés, a hovatartozás az egy nagyon fontos dolog. És ezen túl az én feladatkörömbe még beletartozik, hogy a városban, a városhoz tartozó szervezeteknél is megjelenjünk, és együtt működjünk a várossal. Én hiszem, hogy a mi eredményességünknek az alapja az, hogy része vagyunk a Székesfehérvár életének. Ezért figyelünk arra, hogy a fenntarthatóságban, ugye a fenntarthatóságban az van, mert hogy környezettudatosan termeljünk, támogassuk az arra rászorultakat, civil szervezeteket, szervezeteket, és az utánpótlásba való bekapcsolódást, tehát az oktatásba is tudjunk belefektetni energiát és pénzt, hogyha kell. Úgyhogy mindez tartozik ide, és hogy ez valahol jelenjen is meg, tehát legyen egyfajta kommunikációja ennek a dolognak, és hogy tudják az emberek, hogy az Arconic mögött, tehát az Arconic, Köfél, Mill Products, Hungary, Kft. Mögött mi van, tehát hogy értsék, és hogyha azt mondják, hogy szeretnénk dolgozni, vagy munkahelyet váltani, akkor jussunk az eszükbe. Úgyhogy röviden én így. És ehhez kell egy megfelelő személyiség is, majd erről fogunk később beszélni, hogy mindezt tudjad koordinálni. Eszter, ha jól emlékszem, akkor tavaly decemberben lettél te az ápolási igazgatója a kórháznak, Szabó Bakó Zoltánnét követve, de én azelőtt is találkoztam veled már az ápolási osztályon. Kicsit beszélj arról, légy szíves, hogy a nézők el tudják képzelni, hogy egy ápolási igazgatónak mi a feladata, hiszen gondolom, hogy az összes ápoló hozzá tartozik, és mindenkit irányítani kell, vezetni. Hát igen, a kórház számít talán az egyik legnagyobb munkáltatónak. 3000 dolgozó dolgozik nálunk, amivel 2000 tartozik hozzám, és ezeknek nyilván egy része az ápolók, de a műtősnők, betegkísérők, takarítószolgálat, nagyon-nagyon sokrétű az a szakma, amelyiket az ápolási igazgató felügyelete alá sorolandó. Nagyon, nagyon nagy kórház, és 1500 ágyunk van, milliós nagyságrendű a járóbeteg forgalmunk, tehát azt gondolom, hogy egy 0-tól 24 óráig tartó műszakot folyamatosan fenntartani, ez nem egy egyszerű feladat, de hogy Zsuzsa mondta nekünk, én is nagyon örülök annak, hogy olyan munkatársakkal dolgozhatok, akik tényleg rátermettek, és nálunk azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb szó, és bár lehet, hogy ez elcsépel, de én hiszek benne, hogy ez így van, hogy a hivatás és az elhivatottság az, ami a kollégáimat ezen a pályán tartja, és a betegellátás mellett állnak. Igen, hát nekem is van egyébként a kórházban dolgozó rokonom, meg nekem is egyébként édesanyám, édesapám ott dolgoztak mind a ketten, úgyhogy van, vagy volt szerencsém belelátni egy kicsit ugye a kórházi dolgozók életébe, és én azt látom tényleg, hogy ez egy óriási nagy csapat, egy nagy család. Így van. Főleg ugye
Egyrészt nagyon fontos az, hogy bár különálló szervezeti egységekben dolgoznak, de mégis olyan szoros kapcsolat van az osztályok között, hogy ezért is mondhatom azt, hogy egy nagy család. Összetartok, mert a legnagyobb bajban is tényleg egy összekovácsolt, egy mindenre rátermett csapat dolgozik, tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ami nagyon fontos, hogy az megfelelő utánpótlást biztosítani tudjuk, ugye ez egy kritikus pont, de bár így van, ahogy mondod, december óta végzem az ápolási igazgatói feladatokat, ezzel nekem nagyon nagy terveim vannak, és akár egy általános iskolától kezdődő pályaorientációval, középiskolán átívelővel, és olyan nagyon jó dolgokat tervezünk, amiről majd biztos fogunk tudni beszélni, amikkel talán egy kicsit biztosítani tudjuk azt, hogy még több szakembert vonjunk az egészségügybe, mert ez egy tényleg egy nagyon csodálatos pálya. És hát a pedagógus pálya is egy csodálatos pálya. Ugye idén 35 éves az István Király Általános Iskola. Picit beszéljünk magáról az iskoláról, az intézményről. Én, amikor veled találkozom, én azt látom mindig, hogy ragyogó, csillogó szemmel mesélsz az iskoláról, te vagy ott a mindenkinek az anyukája, nagymamája szerintem, és tényleg nagyon szíveden viseled az iskola sorsát. Nyilván ez a feladata mondjuk egy igazgatónak, de ugyanállatok azért vannak olyan dolgok, ami mondjuk más iskolában nincs, például a sakkpalota. Ha jól tudom, akkor máshol nincs. Biztos, hogy van, mert azért próbáltuk mi átadni a sakkpalotát is, mint referencia intézmény, de azt gondolom, hogy az egész iskolában, az összes alsó osztályban jellemző a sakkpalota, tehát minden kollégám viszi, és minden kollégám elvégezte. Inkább úgy fogalmaznék, és Zsuzsát is ezt hallgatva, nagyon jó érzés, és azt hiszem én is ezzel folytatnám, hogy nem lehetne ezt csinálni, ha nem állna az ember mellett egy nagyon jó csapat. És akikre az ember nem csak büszke, hanem mindig elcsodálkozom azon, hogy milyen ötletekkel és mennyi olyan dologgal rendelkeznek a kollégáim, amikor leülünk egy műhely munkára vagy egy megbeszélésre, és utána az ember nem azt érzi, hogy elfáradtam, hanem az, hogy még felvillanyozódtam, mert hogy annyi jó ötletet hallottam, és ezt meg tudjuk valósítani, az nem csak a mi, hanem a gyerekek javára válik, illetve a gyerekek profitálnak elsősorban ebből. Én azt hiszem, hogy erre ez a csapat engem motivál, mert azt hiszem minden munkahelyen nagyon fontos az, hogy motiváltak legyünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy ez a munkahely egy olyan környezetben legyen, és olyan legyen, hogy szinte és ténylegesen a második otthonunk, és ez mind a gyerekek javára. Én azt gondolom, hogy az, hogy mellette módszer, bármilyen tevékenység, az a gyerekekkel együtt jó. Én szerencsésnek érezhetem magam, vagy érzem magam, mert azt gondolom, hogy emellett egy olyan családnak kell lenni, aki ezt elviseli, és a mögöttes háttér. A másik pedig az, hogy talán el tudom mondani, és ahogy fogalmaztál, hogy tényleg szívesen tudunk mindig beszélni valami újításról, vagy az, ami a mi életünkben jó, vagy éppen-éppen egy okosterem kialakítására kapunk segítséget egy cégtől, vagy egy pályaorientációval kapcsolatban, mert nem csak elsős beiskolázás van, hanem nyolcadikos is, illetve hát a tovább tanulásban, akkor azt mondhatom, hogy a hobbim a munkám, és a munkám a hobbim, mert ténylegesen most jött el szerintem egyrészt az akkor, amikor tényleg az ember, mondjuk nem az óvodába viszem a gyerekeket, mondjuk sajnos Isten, de a másik oldal is nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, egy kis szigetet építünk a palotaváros közepén. Igen, ráadásul csodálatos környezetben, azért nagyon szeretnek a gyerekek ott lenni. Meg egyébként is nagyon jó helyen van, tehát mindenkihez közel van a ti iskolátok. Most mondtál egy olyan mondatot, ugye, hogy a családnak ugye ott kell lenni, és meg kell érteni azt, hogy mondjuk nem egy 8-tól 4-ig munkátok van. És egyébként én szerintem, amióta a nálatok Mizu út
csinálom, azóta körülbelül mindenkinek ilyen munkája van. Tehát én most azt kezdem magamban megfogalmazni, hogy ez a tipikus 8-4, ez már talán nem is létezik. Hiszen azért, még hogyha fizikailag is mondjuk 4-ig vagy ott, akkor is még azért csak hazaviszed a munkát. Ti hogy vagytok ezzel? Hogy tudtok ezzel így megküzdeni? Hogy mondjuk vezetőként gondolom, hogy azért nem az van, hogy 4 órakor leteszed a telefont, és onnantól nem vagy hívható, mert ugye egy főnöknek mindig elérhetőnek kell lenni. Én azt gondolom, ez talán nálunk a legkritikusabb az egészségügyben, hogy mindig elérhető kell, hogy legyen egy vezető, és nem csak én, hanem az osztályoknak a vezető is, hiszen a folyamatos műszak miatt, illetve amiatt, hogy emberéletek, az embereknek az egészsége, a lelki meg a fizikai jóléte múlik azon, hogy a kórházban milyen az ellátás, ezért ez egy kritikus pont, hogy mindig elérhető kell, hogy legyenek. Tehát például előfordul olyan, hogy amikor a férjem azt mondja, hogy lehalkítja a telefonomat, hogy reggel tudjak aludni. Mondom, ne halkítsd a telefonomat, mert hát, ha hívnak, ne történjen semmi, természetesen az a legjobb, de az ember tényleg folyamatosan rendelkezésre áll tulajdonképpen, még hogyha hivatalosan nem is. Nálatok, hogy van ez? Érdekes ez a kérdés. Igen, tehát abszolút nincs ez, hogy 8-tól 4-ig dolgozol. Én azt gondolom, hogy én arra próbálok törekedni, hogy amikor otthon vagyok, és vannak órák vagy pillanatok, és esetleg a párom vagy a gyerekek ráérnek, akkor én is ráérjek. Tehát én ebbe próbálok alkalmazkodni hozzájuk, mert egyébként bármikor tudnék dolgozni. Tehát ugye nálunk is megszakítás nélküli műszak van, ahogy mondtam, ugye amerikai cég, tehát külföldi főnökökkel, támogató szervezetek a világ minden tájáról, tehát mindenféle időzónában. De ez nálam egy elhatározás, és én azt mondom, hogy ahogy így tapasztalatot szerzek még inkább, és nekem a nagylányom már teljesen kirepült, tehát ő már nem él velünk, hogy a középső lányom és a kisfiam, aki velünk él, mind a kettő még iskola rendszerben tanul. Amikor ők ráérnek, akkor igyekszem ráérni. És nekem ez a célom, hogy vagy azért, hogy mondjuk elmondja, hogy mondjuk mi van a baráti társaságában, és akkor tényleg odafigyeljek, és ne az legyen, hogy anya, most te tényleg figyelsz? Tehát, hogy tényleg figyelek, meg tényleg szeretnék ott lenni. Vagy hogyha mondjuk tényleg a leckétben meg kell valamit nézni, akkor ott megnézzem. De ez nem egy hosszú időszak, tehát az az időszak, ami ott van, azt szeretem maximálisan velük tölteni, és ha csörög a telefon, akkor ránézek, és ha látom, hogy nem nagyon sürgős, akkor ott nem veszem fel, és akkor visszahívom. Tehát ez az egyik. A másik viszont, és most megint a munkatársaknak köszönhető, meg azt gondolom ez a kialakítás, hogy tényleg akkor hívnak, ha valami nagyon fontos. Tehát alapvetően mindenki meg, vagy kit miért keressenek, és őket keresik. Tehát, hogyha már otthon, hétvégén, szabadság alatt csörög a telefon, akkor vagy előtte írnak egy üzenetet, hogy ez most baromi fontos, és akkor tudsz arra készülni, vagy hogyha ha ott fölhívnak, akkor ott tényleg szükség van. Azt meg a család elfogadja. Tehát akkor ezt tudják. Ez van, ezt kell szeretni. Igen. Tünde, nálatok, hát ugye pedagógusként azért el tudom képzelni, hogy így iskola után hazamenve sem áll meg az élet. Nem, igazából mindig beosztjuk, hogy ezen a héten próbáljuk tartani ezt a, most beszéltünk a 16 órát, hát eddig talán egy héten se sikerült, tehát ez nem így működik. Mindig kimondjuk, elmeséljük, de nem tudjuk úgy nagyon betartani. Összességében mindig van valami olyan, hogy vagy szülőkeres, vagy partner, vagy tehát valaki, aki mondjuk nem volt ideje bejelentkezni, vagy tudom elfogadni, tehát igen, fontosak ezek, mert az ember, vagy az iskola életében is ezt meg kell tenni. Összességében azt gondolom, hogy én is mindig van telefon, ha nem tudom rögtön felvenni, visszahívom, de mindig próbálok úgy a családra időt szakítani, hogy akkor tényleg ott legyek. Hát elfogadják, igen, tehát néha mondják azt nekem, hogy anya nem az iskolában vagy. Tehát ez szerintem óhatatlanul benne van. Ugyanakkor azt is elmondják, hogy el nem tudják képzelni, ha én majd otthon leszek nyugdíjasként, akkor én mit fogok csinálni, tehát
hogy, mert most, hogy még ezerrel pörgök, ahogy ők fogalmazzák. Tehát a kettő között még. Időm pedig, ahogy Zsuzsa említette, hogy tényleg próbálok odafigyelni, vagy a hát a lányok már nagyok, de a három unokám között azért az időt meg kell osztani, igen. Na, egy picit beszéljünk arról, hogy mégis hogyan csöppentetek abba, amit most csináltok. Egy picit így az életutatokról beszélgessünk. Ha jól tudom, Zsuzsa, te azért az ország néhány részén már megfordultál. Igen. Én Szegedről költöztem ide a családommal, és Szegeden is születtem. Én alapvetően én sportkarrier irányába indultam el először, és volt egy balesetem 17 éves koromban, és ez arra vette a döntésemet, hogy hirtelen abba kellett, hogy hagyjam. Próbálkoztam még, de aztán utána nem sikerült. Én kézilabdáztam egy MB2-es csapatba, és akkor én azt hittem, hogy összedől a világ. Én ezt el szoktam mondani a gyerekeimnek, főleg a középső lányomnak, mert őnek is így a sport nagyon meghatározza az életét. És ki is kellett hagynom az érettségi, és akkor még főiskolának és egyetemnek hívták, most már BSC és MSC képzésnek a egy évet, mert ugye én teljes mértékben az irányba mentem, tehát én edző szerettem volna lenni, és ez így érdekes, mert hogy bár akkor is bennem volt, hogy nekem fontos volt, hogy tudjak fejlődni a csapattal, az emberekkel, és lássam az ő fejlődésüket. És utána elindultam először idegenvezetői területen, abban az egy évben, amikor kihagytam, és imádtam, és ha valaki ismeri Szegedet, és bármikor jöttök Szegedre, akkor nagyon szívesen bemutatom nektek Szegedet, tehát, hogy ez az egyik terület, és egyébként az egyik hobbim az az utazás, tehát ez meg is maradt. És utána pedig elindultam a humán szakma irányába. Miért pont ez lett? Igazából valószínű ezért, mert hogy mindig érdekelt, hogy az embereket hogyan lehet jobb, nagyobb motivációra serkenteni. Tehát, hogy valahogy ez így mindig bennem volt. Annó még az edzői pályafutás miatt is ez volt, hogy hogyan lehet jobbat kihozni valakiből. Ez valamiért így mindig mozgatta így a gondolkozásomat. És utána pedig olyan szerencsém volt, amit minden fiatalnak tudok mondani, hogy én az egyetem éveim alatt el tudtam helyezkedni egy szegedi akkori nagy vállalathoz, mondhatom, hogy a Tisza Volánhoz, és ott kezdtem el dolgozni. Akkor már egyébként megszületett az első lányom, és utána volt lehetőség egy multinacionalis céghez, ami Orosházán üveggyártással foglalkozik, ugyancsak amerikai tulajdonú cég. Pályáznom, ott pedig már egy vezetői pozícióba. Tehát a Tisza Volánnál egy kisebb csoportot oktatásterületen tudtam vinni, és utána pedig eljutottam Orosházára. Mondjuk ezért ez azt jelenti, hogy a családdal együtt utazni, menni, és amikor hát valaki ismeri, most már ugye ki van építve, de hát akkor nem volt a Szeged és Orosháza közötti utat, amikor előttetek mennek mindenféle mezőgazdasági járművek, és közben tudod, hogy a gyereknek megy az előadása, vagy az anyáknapi ünnepség, tehát az egy brutális időszak volt. És hát akkor ugye nekem már elindult a HR szakmám, ugye én akkor tanultam mellé munkajogot, tehát egyre inkább érdekelt. És ez egy nagyon jó dolog volt, hogy én az egyetemi diplomát, a munkajogi kiegészítőt már a munka mellett és gyakorló HR-esként tudtam. Mellett. Abszolút, persze, család és gyakorló HR-esként tudtam ugye megszerezni, ugye közben megszületett a második lányom is. És kaptam egy lehetőséget anno akkor még az üveggyárban, hogy külföldre mehettem volna, de én a két gyerekemmel akkor ezen nagyon elgondolkodtam, és hát azért egy multinacionalis cégnél egy nagy lehetőséget, amikor kapsz, és azt mondod, hogy nem, akkor az nem biztos, hogy egy jó dolog, és akkor egy magyar cégtől kerestek meg, tulajdonú cégtől, ami ott Szeged környékén volt, illetve itt Fehérvártól, és hát végülis akkor ez egy nagy váltás volt, hogy én azt mondtam, hogy akkor eljövök az ország másik felébe a családdal. Úgyhogy eljöttünk, és én emlékszem, hogy még két évig, ez volt 2008-ban, két évig még fenntartottuk a szegedi lakást, én még Szegedre jártam vissza az összes szépészeti dolgokra, a kozmetikus, a fodrász, a minden, és nagy nehezen elkezdtem ide kapcsolódni.
És hát gyakorlatilag akkor még alkohol volt, utána ugye jött a gazdasági recesszió, ugye a válság, vagy mondhatjuk így gazdasági válság, akkor ugye össze kellett vonnom az Öntöde-Hengermű területét, szétvált az Alcoa, Alcoából lett Arconic, tehát egy csomó változás volt, és most már 14 éve dolgozom az Arconicnál, ami azt gondolom, hogy nálam egy nagyon hosszú idő, mert én nagyon változáspárti vagyok. Viszont az Arconic ad lehetőséget arra a folyamatos változásával, hogy megújuljak folyamatosan. Úgyhogy most így itt vagyok, és HR-esként szakmában tevékenykedem, mellette szabadidőben tanítok, és önkénteskedem. Tehát ez a... Na, ezekről is beszéljünk, mert hogy ugye nagyon szívügyed az, hogy másoknak adhass te is, mint igen, magánember, meg cégileg is. És ugye hát tényleg sokszor van az, szerintem most az elmúlt néhány hétben körülbelül 3 helyen találkoztunk, ahol ilyen jellegű adományt adtatok át, akár a múlt héten igen, a kórházban. Igen. Tehát, igen. Előtte pedig az Óbudai Egyetemen, és a többi támogattok egyesületeket, tehát széles ez a paletta, és hát fontos. De ez honnan jött egyébként? Tehát ez az amerikai mintára van ez, vagy pedig ehhez kell mondjuk a te személyes hivatottságod ez irányában? Én hiszem azt, én, és ezt mondom, hogy szerencsés is vagyok, de hiszek is abban, hogy találkozik az egyén motivációja az adott vállalatnak a céljával és értékével, akkor abból van egy nagyon szép együttműködés. És nálam ez egy nagyon nagy szerencse. Tehát az Arconicnak, az Arconic globális vállalatnak az alapértékrendjébe beletartozik az, hogy biztonságosan dolgozzon, és az embereket szem előtt tartsa, ugye ez nagyon fontos a munkaköröm szempontjából. A másik pedig az, hogy tudja támogatni a környezetet, és erre van egy globális alapítvány, ugye az Arconicnek egy alapítványa, és erre lehetőségünk van ezt. Én azt mondom, hogy ez olyan, mint egy autópálya. Tehát ezt megnyitja az Arconic, és hogy erre te fölmész-e az adott vállalattal, itt a magyarországi székesfehérvári vállalat, és ebből te mennyit használsz ki, ez rajtad múlik. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy mindig kiemelik, hogy a székesfehérvári, magyarországi székesfehérvári Arconic az egyik legjobban támogatott alapítványi oldalról. Nagyon nagy, tehát én ezt azért kimondhatom, hogy éves szinten 70-100 millió forinttal tudjuk támogatni a non-profit szervezeteket és intézményeket, de ez nekem valahol a személyiségem is. Tehát én magánemberként is ezt nagyon fontosnak tartom, és ez így találkozik együtt, igen. A ti részetek pedig az, aki kap. Ugye? Igen, hát ugye köztünk ott kezdődött az ismeretség, amikor pár évvel ezelőtt én ugye újra visszajöttem a kórházba, és ezeket a pályázatokat átvettem, és ezeket a pályázatokat írtam, és a közös munkánk eredményeképpen, illetve hát legfőképpen a támogatónak a szándéka, hogy azóta is rengeteg eszköz került a kórház, most legutoljára egy ilyen ultrahangos vesekőzúzógép, aminek pár napja volt az átadója, de a kardiológiának, a rehabilitációnak a megújításától kezdve járványkezelésben nagyon sokat segítettek és támogattak minket, úgyhogy azt gondolom, hogy mind nagyon sokat köszönhetünk. Meg hát mi is, tehát ez nagyon fontos, hogy az alapítványnak a célja az úgynevezett nyerő-nyerő, tehát win-win szituáció. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy egy olyan kórház és közegészségügyi háttér legyen, ami a mi dolgozóinknak és a hozzátartozóiknak az egészségét szolgálja. Vagy olyan iskolai hálózat legyen, és itt ugye nagyon fontos, hogy iskolákkal, tankerülettel is ugye szoros az együttműködésünk, ahol ugye a mi dolgozóinknak a gyerekei megfelelően tudnak fejlődni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy mind a két félnek egy nagyon fontos. Nekem és a csapatomnak, illetve az Arconicnak magyarországi szinten szerintem ez egy szükséges és egy lehetőséget betöltő szerepkör is. Tehát nekünk meg kell látnunk, hogy hol van lehetőségünk támogatni, és én nagyon örülök ezeknek az együttműködéseknek, személyesen is megvállalt vezetési oldalról egyaránt. És hát, ha jól tudom, akkor 25 éve támogatják a kórházat, tehát ez azért egy nagyon hosszú idő, és nagyon sok pénzt jelent
De ha már akkor a kórháznál vagyunk, egy picit akkor nézzük meg, hogy te hogyan kerültél ide, hogy ápolási igazgató lett belőled. Nem tudom, kislánykorodban erről álmodoztál-e, de azt tudom, hogy nagyon sokat tanultál te is. Igen, én óvodó szerettem volna lenni, de aztán a pályaválasztáskor mégis az egészségügy felé esett a voks, és én már 18 évesen az egészségügyi szak középiskolába jártam, és most nagyon visszasírtuk azt az oktatási módszert, ami ott volt, hogy egy hétig gyakorlaton voltunk, egy hétig elméletet tanultunk, és azt gondolom, hogy talán most ez újra előtérbe kerül a duális képzéssel. Ezt követően, hát ilyen kisebb képzések után én elmentem főiskolára, szintén az egészségügybe, egyetemre, egészségügyi közgazdász lettem, és most az ELTE-n tanulok munkajogot, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a szakmát megfelelően tudjam ellátni. És hát mindjárt itt a Szent György Kórházba kezdtem, még a műves állomáson ott dolgoztam 10 évet, és pont ma voltam az intenzív osztályon, ahol dializáltak, és mondtam, hogy hadd csináljam, mert tényleg nekem ez egy nagyon szép szakasza volt az életemnek. És aztán nagyon hamar, tulajdonképpen amikor a műves állomáson kiválasztottam, és az akkori ápolási igazgató, akkor még egyedimrénél volt az ápolási igazgató, főmunkatársként hívott magához, és aztán szültem, 2006-ban egy kislányom lett, és amikor gyers vége felé közeledtem, akkor hát ugye el kellett gondolkozni azon, hogy hova megyek vissza, melyik részre, mert akkor az a terület, ahol dolgoztam, mert akkor ugye átmentem közben az irányított betegellátáshoz, az egy házi orvosokat, a kórházi ellátást összefogó rendszer volt, az megszűnt a kórházba, és én Várpalotára mentem ápolási igazgatónak 2008-ba. És ott dolgoztam 8 évet, akkor ott főigazgató helyettes lettem, és hát 8 év után újra visszahúzott a szívem a kórházba, és hát 5 éve dolgozom már itt, tehát tulajdonképpen 25 évet ebbe a kórházba töltöttem majdnem az életemből. Az igen. Igen, nagyon sok hosszú idő. És hát nagyon sok minden történt akkor, gondolom, ezzel a szép és rossz dolgok is nyilván, de majd erről beszélünk egy kicsit a műsor vége felé. Neked a csapatod az mondjuk egy óriási, tehát nagyon sok embert kell vezetni. Te egyébként milyen főnöknek vallod magad? Hát én az a baj, hogy én munkamániás vagyok, tehát magammal szembe baj, és már olyan téren nyilván, hogy eredményesen lehet így dolgozni, de hát az embernek a családjára, magánéletére, akkor akár megbevalljuk, akár nem, azért rányomja a bélyegét az, hogy ahogy az előbb említetted, hogy egy olyan családnak kell mögöttünk állnia, aki ezt segíti, és pártfogol bennünket mindenbe. Én maximalista vagyok, tehát mindenkitől azt várom el, de igyekszem ezért ebből lejjebb adni. De azt gondolom, hogy próbálok is tenni annak érdekében, hogy fejlesztem a szervezeti struktúrát. Nem olyan régen indult épp munkajoggal kezdődő szemináriummal egy ilyen szervezetfejlesztés a kórházban, ami a főnővéreknek, középvezetőknek a fejlesztés, és mindjárt gondoltam is rá, hogy majd egy HR napot esetleg, hogyha az időd engedi, akkor beiktatunk ebbe. Mert ez fontos, hogy olyan dolgokat tanuljanak a kollégáim, amit esetleg a mindennapokban nem tanulnak mondjuk egy diplomás ápoló, egyetemi ápoló képzésen, de ezek a speciális tudások már nélkülözhetetlenek, hogy el tudják látni a középvezetői feladataikat. Csak ha azt tekintem, hogy vannak a különböző generációk, és hát nagyon nehéz a több generációval való együttélés, együtt kollégális szinten is, nemhogy vezetőként, és hát nálunk is jellemző az, hogy több generáció dolgozik együtt. Az egészségügyben egy speciális terület annak, tehát hogy amikor hányszor, nagyon sokszor látjuk azt, hogy szülők, gyerekek, akár unokák is ott dolgoznak a kórházba, szerencsére, úgyhogy hát próbálok ilyen szervezetfejlesztésekkel segíteni a munkatársaimnak a mindennapjait. Tünde, rólad azt olvastam, hogy 35 évvel ezelőtt, amikor az
az István Király iskola megnyitotta kapuit, akkor te már ott voltál, akkor kezdtél, illetve nem akkor kezdted a pályafutást, de hogy te már ott, akkor így van, ott voltál. Így van. És azért az egy elég hosszú idő. Hát igen, 35 év az 35 év. Én azt hiszem, hogy annak idején, amikor pályakezdő voltam itt Székesfehérváron, mert itt születtem, csak közben Sárkeresztesre úgy adódott, amikor férjhez mentem, hogy kiköltözünk, és ott lett a család diház, és arra cseréltük. Na, akkor annak idején a Hétvezértéren kezdtem a pályámat egy szintén nagyon jó csapattal. Én azt hiszem, akkor hívtak vissza engem Győrbe a főiskolára, a pedagógiai tanszékre, hogy menjek vissza tanársegédnek, de nem választottam. Hazahúzott a szívem, tehát nem mentem Győrbe, nem voltam annyira Zsuzsa, hogy na most induljunk el. És a férjemet viszont Bonyhádról csábította ide, tehát akkor maradt Székesfehérvár az igazi otthon. És így az új igazgatónő, amikor a legifjabb iskola, az István Király, akkor még Kelemen Béla utcai általános iskola volt, Földi Jánosné úgymond elcsábított, hogy menjünk át a másik iskolába. Jó pár kollégámmal együtt akkor ott folytattuk. Akkor volt 86, és akkor indult az István Király, tehát 35 éve. Én úgy 2000 óta igazgatóhelyettesként dolgozom, előtte munkaközösségvezetőként, majd 2009 óta pedig igazgatóként itt az iskolában. Én arra vagyok számomra is, meg a többiek számára is büszke, hogy egy olyan csapatot építettünk most, mert azért néha megkönnyezem azt, hogy szinte mindenkit elbúcsúztattam, mert elmenjünk nyugdíjba. Én maradtam ott még egyelőre, de azt hiszem, hogy a kollégáim és akkor a fiatalitásról hadd beszéljek, hogy tényleg úgy próbálunk most, hogy van egy középkorú tanítónéni, és mellette szinte egy pályakezdő tanító, vagy tanár, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek legyen mindegyikből példa. Hiszen aki már tapasztalt és tudja, a fiatal pedig a maga vonzerejével, és azzal, hogy új módszerekkel, új dolgokkal próbáljuk meg, és ezt együtt építeni egy olyan iskolát, amikor kicsi-nagy egyaránt jól érzi magát, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. Természetesen, hogy ebbe benne volt nagyon sok módszertan, nagyon sok olyan tanulás, amikor több szakomat én sem használom, most már magyar nyelv és irodalmat tanítok csak felsőben, mert erre van már csak lehetőség, de a szívem egyik fele vérzik, mert a leginkább pont az a terület, ahogy te most fogalmaztad, amikor kipróbálhatom és bemehetek a gyerekek közé, és ott lehetek. A másik pedig az, amikor ténylegesen az gyerekek érdekében végzünk minden olyan munkát, hogy nekik jobb legyen, és most egy okosterem átadás előtt állunk, majd olyan november 10-e körül lesz ez, amikor tényleg megköszönjük a partnereknek, hogy segítettek nekünk, és ez mind a gyerekek érdekeit szolgálja. Tehát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy olyan lelkes csapattal, tehát hogy fölvet az ember egy ötletet, és a megvalósításig, és tudunk egymás sikerének örülni, és a szülők is nekünk, vagy a partnerek is nekünk, mi pedig megköszönjük ezt a támogatást, azt gondolom, hogy ekkor kerek az világ. Eszterről már beszéltünk, hogy milyen főnök. Ti ketten még nem mondtátok, hogy úgy szerintetek úgy kívülről, hogy látjátok magatokat, hogy mennyire. Ugye azt mondta Eszter is, hogy maximalista, és te is mondtad. Legalábbis a műsorunk előtt beszélgettünk erről. Nyilván ez nem is menne egyikőtök területén sem maximalizmus nélkül, és egy csomó minden más tulajdonság nélkül. Hogy látod magad? Hát én most azt mondanám, hogy ugye egy amerikai multinacionális cégnél pont a teljesítmény értékelés időszaka van egyébként, úgyhogy tök jó lenne a kollégákat most megkérdezni, de alapvetően én nyitott vagyok mindig arra, és kérek is mindig visszajelzést. Igen, maximalista vagyok, viszont
Én tudatosan az elmúlt időszakban ezt próbálom elengedni. Én ezt szeretném mondani, Eszter, hogy bizonyos szinten egyébként működik, és állandó időhiánnyal küszködöm. Ugye ide is, hogy jöttem, ugye állandóan kések, ezért különböző praktikákat vetek be, hogy ne kések. A kollégáim... Ezért megérkezel fél órával előbb. Inkább megérkezek korábban. A kollégáimtól olyan homokórát kaptam, amiben visszafele megy az idő, tehát, hogy maximális jelzéseket kapok. Én azt gondolom, hogy ami előny nagyon sokszor, és a hatékonyságot segíti, azt tudni kell olykor elengedni. Tehát én nekem nagyon fontos a csapat fejlődése. Az egyik legnagyobb erényem azt gondolom, hogy jól tudok energizálni, tehát motiválni a csapatot. A saját energiámmal, illetve látom, hogy hol vannak a fejlődési pontok, akár egy feladat megosztásnál, hogy ki az, amelyiket szereti csinálni, és én hiszem azt, hogy az erősségeinken keresztül kell fejlődni. Tehát, hogy én ezeket tudatosan, meg ösztönszerűen is azt gondolom, hogy jól csinálom. Viszont az egy nagy hibám, hogy a maximalizmus miatt olykor vagy nehéz követni, vagy nehéz a fókuszt megtalálni, hogy éppen amikor követnek, vagy jön a csapat, akkor most melyikre lőjünk? És akkor ugye, hogy hát most Zsuzsa, akkor most éppen melyiket csináljam? Vagy akkor mondd el, hogy melyik a fontosabb. Vissza kell venni olykor, és én azt gondolom, hogy a kevesebb, ez egy nagyon nagy közhely, de ez nagyon igaz, hogy a kevesebb az sokkal több, és nem kell minden nekünk megcsinálni. Tehát, hogy annyira szuper jó, amikor a másik jól megcsinálja, és most már tudok örülni annak sokkal jobban, amikor látom a másikon, hogy boldog, és sokkal jobban meg tudja csinálni, mint én. De ezt el kellett tudni engedni. És ez nagyon fontos szerintem ezt a magánéletbe is elvinni. Tehát azt mondod, hogy milyen vezetőnek lenni, én nem hiszem, hogy más vezető vagyok, mint amilyen ember. Tehát én olyan ember vagyok, amilyen vezető, és olyan vezető, amilyen ember. Uh-huh. Tehát ez vagyok én. Tehát akkor otthon is hasonlóan? Igen, és én otthon is nagyon sok visszajelzést kapok. Abszolút. Tehát a gyerekeimtől, a páromtól, és otthon még nehezebb. Tehát azt gondolom, hogy még a munkahelyen teljesen normális a visszajelzés, meg tanítod a visszajelzés kultúráját, és a többi. Ezért otthon, amikor így visszajelzést kapsz, és ugyanazt, és abszolút, hogy nem az Arkoniknál vagy, és vagy a lányaim professzionálisan tudnak visszajelezni, akkor így, és igazad van. De akkor ez jó, hogy elfogadod? Nagyon. Hát el kell, meg hát igen. Úgyhogy én hálás vagyok a visszajelzéseknek, és sokkal jobb. Tehát, hogy most én tudatosan dolgozok azon, hogy ne mindent, ne egyszerre, nem kell minden maximálisan, és lehet azt mondani, hogy most elfáradtam, meg lehet azt mondani, hogy ez most nem biztos, hogy az enyém, vagy nem biztos, hogy most akarom megcsinálni. Könnyebb. Tehát könnyebb vagyok. Meg hát emberek vagyunk, ugye? Igen. Nem gépek. Igen. Ez nagyon fontos ebbe az, hogy akkor tudod elengedni, hogyha már egy olyan csapat áll mellette. Tehát ebben neked nagyon-nagyon sok munkád volt, gondolom. Igen. Hogy ez a csapat ott álljon, és jól meg tudja csinálni, úgy meg tudja csinálni, hogy te szeretnéd. Nyilván ez nagyon fontos vezetői feladat, hogy olyan közvetlen munkatársakat vegyem magam mellé társként, hiszen ez tényleg az emberek a második családja, akik teljes mértékben segíteni tudják a munkájukat, és ezeket akkor lehet kezdeni elengedni, ezeket az embert szorító tényezőket, hogy mindent 100%-osan tudjon megcsinálni. Tündetél rólad, mit mondanának a kollégák, hogyha itt lennének? Nagyon sok hasonló van a Zsuzsa, illetve az Eszter, amit mondott. Én azt gondolom, én is maximalista vagyok. Nagyon sokszor példát mutatva próbáltam meg, akkor rájöttem, hogy a munkamegosztás sokkal jobb. Ugye megvannak ezek az időszakok, hogy melyik időszaknak mi a feladata, de szerintem mindannyiunk végigment ezeken az időszakokon, de egy biztos, hogy kell, hogy legyen az embernek, mi fogalmaztál, Zsuzsa, hogy energetizálsz, vagy az, hogy kisugárzása, vagy az, hogy tud magaddal vinni a csapatodat, hogy én a műhely munkába, vagy hát a csapatmunkában hiszek én is, mert nem hiszem, hogy nem én fogom egyedül megoldani, nem az én ötletem, nem csak az én ötletem, a csapat ötlete, és azt hiszem, hogy ezt így együtt mi megoldjuk. Természetesen én is elvárok
maximálisan a jó megoldásokat, tehát ebben szerintem nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába. A visszajelzéseknél az, hogy az nagyon fontos, hogy írjuk le a hibát, vagy jegyezzük meg, és amikor újra kezdjük, akkor azt ne kövessük el, vagy csináljuk még jobban, és emberből vagyunk, tehát ténylegesen én is azt hallom, hogy én is nagyon sok mindent fogalmazok úgy, hogy enyhültem, vagy nem csak az a fontos, hogy valami patent maximális 100% legyen, hanem inkább az, hogy az embert nézni benne, a fiatalokat, a fiataloknak a jó ötleteit, a dicsérni nagyon sokat, és az, hogy néha hibázzunk, de azt próbáljuk meg annak a javára érni, hogy legközelebb nem. Tehát, hogy milyen vezetőnek tartanak, én azt gondolom, hogy egy csapat arról árulkodik, hogy együtt tudunk dolgozni. Én bízom abban, hogy nem jönnének hozzánk, hogyha nem lenne jó csapat. Nagyon sok kérdést szerettem volna még föltenni, de most már nagyon fogyatkozik az időnk. Egy kérdésem van röviden mindegyőtökhöz, hogy mi az, amire eddig a legbüszkébbek vagytok? Mi az, ami a legjobban megdobogtatja a munkátokkal kapcsolatban a szíveteket? Ha meg lehet ezt, nem biztos, hogy egy mondatban meg lehet fogalmazni, kicsit bővebben is lehet. Hogy gondoljátok? Nekem most az a legfontosabb talán, hogy ahogy az elején is említettem, az utánpótlás, a pályaorientáció, hogy olyan, hogy az általános iskoláktól a középiskolákon át a kórházba, az egészségügybe vonzuk a gyerekeket, a tanulókat, és ezért olyan speciális, nem megszokott dolgokat találunk ki, kis csapattal dolgozom együtt, akik ötleteket adnak, hogy a gyerekek miatt egészen odaig, hogy kis videófilmeket készítünk a különböző sürgősségi ellátásokról, műtőről, amit majd le fogunk forgatni az iskolákba, olyan kis fűszerekkel megfűszerezve, hogy de az egyik kollégám nagyon hasonlít a Harry Potterre, és ő be lesz építve ezekbe, hogy külső szemlélőként, mint Harry Potter nézi az eseményeket, amikor egy beteget bevisznek a helikopterrel, megérkezik a kórházba, és viszik be a műtőbe, és nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy akik nálunk vannak gyakorlaton, ők ott is dolgozzanak utána a kórházba. Uh-huh. Ez a legfontosabb most talán, az utánpótlás. Uh-huh. Zsuzsa? Vinném tovább ezt a vonalat. Most a munkaterületén mi az, amire a legbüszkébbek vagyunk, és a mostani vállalatnál, tehát az Arconicnál. Nálunk nagyon fontos ugye az, hogy minőségi terméket állítsunk elő. Ugye az, hogy megfelelő mennyiségben, nagyon jó minőségben. És én hiszem azt, hogy ez nyilván nagyon fontos a technológiai háttér, de sokkal fontosabb, hogy milyen szakértelem, és milyen csapat van mögötte, és egy fantasztikus csapata van egyébként a magyarországi Arconicnak, és arra vagyok büszke, hogy ez a csapat, ez a szakember gárda képes arra, hogy a fiatalokat betanítsa a belső mentoring rendszerünkben, és ugye nincsen ma Magyarországon alumíniumipari képzés, de mi ezt megteremtettük, és van szakmát adó alumíniumipari képzés, ami mondhatom azt, hogy több kollégámmal együtt, de a nevemhez is kötődik, és van egy tankönyv is, amiből ugye tudnak tanulni a fiatalok, illetve létrejött egy olyan YouTube-on is elérhető akadémia, Arconic Akadémia, ahol meg tudják mutatni magukat a szakembereink, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, ez az ő életük. Én nagyon büszke vagyok rájuk. A másik, amire pedig büszke vagyok, hogy nagyon fontos nekünk, ugye nem csak az, hogy több nemzedék, több generáció dolgozon együtt, hanem hogy a fiatalok szeressenek és akarjanak itt maradni nálunk. És nekem például a saját csapatomban is, és a köfémnél nagyon sok olyan diák van, akiből lett utána szakember, vagy akár vezető, vagy akár felső vezető, és azt tudjuk mondani, hogy ő diákból lett ez. Úgyhogy én ezekre nagyon büszke vagyok. Igen. Joggal lehetsz is. Tünde? 35 év alatt elég sok minden igen, volt. Igen, nagyon gondolkoztam, hogy mit is mondjak. Én azt hiszem, ma reggel kaptam egy SMS-t az egyik szülőtől, és
Meg nagyon sok tanítványtól kap az ember visszajelzést is, és azt gondolom, hogy egyrészt volt tanítványok, akik ma sokszor kollégák, vagy leendő anyukák, akik már most mondják, hogy Tünde néni, jöhetünk-e az iskolába, és azt hiszem arra, hogy most egy ilyen 465 tanulóval, amit építettünk, én szerintem erre vagyok a legbüszkébb, és ehhez a másik az, hogy a családomnak is a sikerei, meg az, hogy ők mindenben engem támogattak. Uh-huh. És mind a két oldalon azt gondolom, hogy tudtam helytállni. Hol az egyiken jobban, hol a másikon, de azt hiszem kiegyenlítetten. És azt hiszem, hogy ezek az üzenetek, amiket kapunk és visszajeleznek, akkor mindig azt mondja az ember, hogy ezért érdemes csinálni. Én azt gondolom, hogy joggal lehettek büszkék magatokra. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó, pozitív kicsengésű műsor volt ez, és szerintem azok, akik látták, azok példát vehetnek rólatok. Mindenféle területen lehet látni azt, hogy honnan, hova el lehet jutni, és hát remélem azt, hogy most itt fogalmazottak meg bennetek így szerintem egymásról ilyen ötletek, vagy egymáshoz kötődően, így is már volt, akik itt kapcsolatban álltatok egymással, úgyhogy remélem, hogy lesznek még ilyen kötődések, mi meg majd, hogyha lesz miről beszámoljunk ezekkel kapcsolatban, akkor jövünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és halljunk még rólatok nagyon sokat. Köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, ez volt a Nálatok Mizu, viszontlátásra!